A 2018-as választás Magyarország jövőjéről és nem a múltjáról szól, mondta Szél Bernadett, az LMP miniszterelnök jelöltje szerdai szombathelyi sajtótájékoztatóján. Elmondta, Magyarország csak úgy lehet versenyképes, ha jelenleginél többet költ oktatásra, hiszen a tudás alapú világban már nem lehet sikeres egy az olcsó munkaerőre építő gazdaság. Hozzátette, az atomenergiára költött 1000 milliárdokból inkább a megújuló energiákat és az energiahatékonysági beruházásokat kellene támogatni, mert így több százezer új munkahely jöhet létre. Szél Bernadett hangsúlyozta, Magyarországnak még van esélye, hogy a 21. század nyertese legyen, ehhez azonban azonnali irányváltásra, új politikára és új vezetőkre van szükség.